Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Elérkeztünk a Gamer PC összeállításomnak egy következő összetevőjéhez, nem máshoz, mint a videókártyához. Egy Radeon R9 280X-hez, ráadásul 3 GB GDDR5 memóriával. Nagyon sarkalatos pont a videókártya, hiszen ez fogja megadni a játék teljesítménynek a zömét. Nyilvánvalóan újonnan már nem kapni ilyen szériájú videókártyát, így használtan voltam kénytelen beszerezni. Egyébként a PC összeállításomnak mindössze 2 összetevője lesz használt, az egyik a gépházam. A régi gépházam, amit leváltottam, a Cooler Master K350, tehát még mindig megvan ez a ház, úgy gondoltam, hogy teljesen fölösleges lenne most egy új gépházat vásárolni erre a célra, úgyhogy azt megtartottam, és a videókártyát szereztem be a használt piacról. Ugye nektek is sokszor ajánlom így a konfigot, hogy vegyétek meg nyugodtan az összetevőket újonnan, jó árérték arányban, majd a videókártyát megérheti főként a használt piacról szemezni. Nem véletlenül, hiszen eléggé elrugaszkodtak a videókártyák árai, ráadásul olyan szinten behatárolt a piac, hogy az nem igaz, tehát vagy RX 560, vagy GTX 1050, ami még olyan megfizethető és jó áréti arányú kategória, vagy GTX 1050 Ti, és akkor már mindjárt 65-70 ezer forintot ki is fizethetsz érte. Tehát ez a lehetőség van, egyszerűen szólva a használt piacon meg van még meg annyi modell, ami bizonyos ajánlatokban egyszerűen szólva kiváló árérték arányt képvisel. Látni fogjátok a teszteket majd, ha megépítettem a konfigot, de az R9 280X bizony erősebb, mint a GTX 960. 1050 Ti-hez mérten legalább annyit tud, vagy még picit többet is. Tehát teljesítményét tekintve induljunk ott ki, hogy 1050 Ti. Ugye a régebbi széria nem feltétlenül jelenti azt, hogy gyengébb. Ezt elmondom, mert biztos, hogy nem mindenki tudja. Ugye volt az R9 380, ami ennél újabb, az a GTX 960 vetélytársa volt, viszont az R9 380 az a sima 280 utódja, és bizony a 280X az R9 380-nál is többet tud. Vegyük a 2 vagy a 4 GB-os verziót, bizony még annál is többet tud az R9 280X, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy egy ilyen videókártyára esett a választásom, és természetesen használtam mindezt bőven 50 ezer forint alatt, és akkor már azt látjuk, hogy több mint 20 ezer forint megtakarítás egy új 1050 Ti-hez képest. Tehát ez mindenféleképpen így volt opcionális, ráadásul Gigabyte WinForce 3, amiről tudjuk, hogy nagyon jó hűtés, elég sok Gigabyte WinForce videókártyám volt, ugye a 3 ventilátoros. Egyébként nagyon szemrevaló ez a kialakítás. Legutóbb ilyen jellegű hűtéssel a GTX 780 Ti járt nálam. Régen volt a GTX 770-em. Lényegében mind hűtésileg, mind teljesítményileg egy nagyon jó videókártya fog belekerülni a konfigba, és azért egy ilyen teljesítmény nem feltétlenül fognak megállítani a játékok. Tehát amit szeretnék hangsúlyozni és bemutatni majd ezzel a konfiggal, hogy ne ijedjünk meg a használt piactól. Nagyon jó árérték arányú videókártyák vannak, GTX 770, 780, néha 780 Ti, R9, 280X. Nyilvánvaló azért van egyfajta rizikó, nem lehet tudni azért, hogy az előző tulaj hogyan kezelte a kártyát, bár én is ugyanúgy használom a használt piacot, veszek kártyát, használom, nem rágom meg, tehát működik. Mert főként a boltosok szeretnek úgy neki indulni, hogy jó, oké, 970 a használt piacról, 1050 Ti árában, és akkor az biztos, hogy agyon van tuningolva, hajtva, rágva, nem is tudom mit csinálva vele, viszont az 1050 Ti is nagyon jó, az is működik, arra garancia is van, nem tudom, egyébként nem minden használt piaci ajánlat garancia nélküli. Tehát mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy jelen helyzetben, amíg az 1050 Ti 70 ezer forintra rúg, mindenféleképpen így éri meg gondolkodni, nem feltétlenül, de ha árérték arányban nagyon jól akarunk kijönni, akkor így éri meg gondolkodni. És nem hiszem, hogy az FPS tesztekben majd hirtelen 10 FPS-sel kevesebbet futna ez a kártya, csak azért, mert már valaki használta. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!